Ha szerencséd van, és persze ha elég jó voltál, ma reggel egy piros csomag lapult a csizmádban. Mikulás alkalmából összegyűjtöttem nektek 9 érdekességet a télapóról, azt például tudtad, hogy van olyan ország, ahol nem rénszarvasok húzzák a szánt, hanem egy fehér paripa. Ha érdekelnek további érdekességek, tartsatok velem! A Mikulást eredetileg lila színű palástal ábrázolták, ezzel utalva Szent Miklósra és a püspökök lila színű ruhájára. A piros öltözékre az 1930-as években tett szert, amikor Hubbard újra gondolta a figurát a Coca-Cola Company felkérésére, akik a nagyszakállút kívánták felhasználni a karácsonyi kampányukhoz. A hollandok is újra gondolták a figurát, náluk ugyanis a Mikulás fehér lovon közlekedik. Ennek az az oka, hogy összemosták a téllapót a középkori lovagi hagyományokkal, így a Mikulásnak búcsút kellett mondania a szárnyának. Igazi Mikulás hivatalosan Finnországban Lapföldön lakik. A gyerekek még e-mailt is küldhetnek neki a santa.claus@santaclausoffice.fi címre. Az olaszoknál nincs is Mikulás. Náluk egy La Befana nevű kedves boszorkány ajándékozza meg a gyerekeket, ráadásul nem is december 6-án, hanem egy hónappal később, január 6-án. Ugye te se tudod, hogy a Mikulás miért éppen az ablakba kikészített csizmákba teszi az ajándékait. A magyarázat Szent Miklós alakjához fűződik, aki egyszer úgy segített egy elszegényedett családon, hogy az otthonuk ablakába tett egy marék pénzt. Azért kell a csizmát az ablakba kikészíteni, hogy legyen hova tenni a meglepetéseket a télapónak. Magyarországon a 18. században betiltották a mikulázást, mivel a gyerekek túlságosan féltek tőle. Ezen nincs mit csodálkozni, ha tudjuk, hogy a 17. és a 18. században még egy félelmetes félig szarvas, félig emberlényként ábrázolták a Mikulást, aki hosszú bottal járt a gyerekek között. A Mikulás nem csak a tejet és a sütit szereti, mint ahogyan azt az amerikai filmekben ábrázolják. A skandináv államokban zabkásával kedveskednek neki, a britek pedig húsos pitét, sört vagy éppen sherryt kikészítenek a tiszteletére. A Mikulás rénszarvasai is rejtélyesek. Az összes állat fiú nevet viseli, ám a hím rénszarvasok télen ledobják a zagancsukat. Ellenben a Mikulás állataival, akik télen is büszkén viselik fejük ékességét. Vagy netán nőstény állatai vannak a Mikulásnak, akiknek fiú neveket adott? Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és írjátok le a kommentbe, hogy nektek mit hozott a Mikulás. Legyen szép napotok, sziasztok!